Dezső néni. Dezső néni. Jaj, Istenem, hát direkt azért ültettelek ide a hatos stúdióba, hogy minél távolabb legyél tőlem. Úgy féltem, hogy bele fogsz szólni. Kedves, kedves néző. Ő a Dezső néni, a nénikém Kanadából. Róla van szó, amikor a nénikémet emlegetem. Igen, igen. Szóval őt. Na most Dezső néni. Dezső. Ülj szépen vissza a helyedre, és majd éjfél után visszajön a család, megbeszéljük a műsor, te csak szépeket mondasz. Tamás, ha te szégyelsz engem, az egyetlen néni kérdett, csak azért, mert Kanadában élek. Mondd, ez nálatok még mindig van letagadni a külföldi rokonokat? Nincsen, édes drága Dezső néni, ez nincsen nálunk. Mi? De olyan kínos helyzetbe hozol engem, mert kínosak a kérdések. Hát a tiéd is. Én beszéltem néhány riportalanyoddal. Úgy látszik, ez nálunk családi vonás. Dezső néni, drága, mondd, leégetsz itt engem ennyi emberrel. Jó. Jó ez neked? Na jó, van, azért nem kell haragudni. Egy jó riporter ez mindig találja föl magát. Azt mondják, azt a... Szepesi? Van olyan. Szepes, igen, azt a Szepesi. Azt nem lehet zavarba hozni. Mondd, te egy jó riporter vagy? Nem tudom, van, aki azt mondja. Igen, kik mondják? Most soroljam fel. Nem, ki tudom, nagy a család. Mondd, csak te itten egy ilyen showman vagy? Lehet mondani. Igen. Az furcsa. Na mi? Tudod, én nézem odakint a showban ezeket a sztárokat, azt a Danny Keith, a Gilbert Baker, a Sammy Davis. Ezek mind olyan jó képű fiú. Nagyon kedves. Na mondjad, mondjad. Kis reklám. És ezek mind tudnak is valamit. Hát ezek muzsikálnak, énekelnek, táncolnak. Te miért nem tanultál ki valamit? Szegény jó édesanyád mindig mondogatta, mi lesz ebből a fiúból, ha meg... Na erre én is kíváncsi vagyok. Azért tanulhattál volna valami tisztességes szakmát. Hát van, Dezső néni. Van a fenét, hát ne akart engem félrevezetni. Egy showman, az férfi, az sármos, az a nők bálványa, az mindent tud. Hát van itt ilyen egyáltalán? Benedek István. Na, azt még nem láttam. Gitáros? Elmegyógyász. Majd megnézem valamelyik showban. Ja, te tudod, hogy mit keres odakint egy ilyen híres showsztár? Ezt hagyjuk. De most hagyjuk. De most miért vágsz fel? Én nem vágok fel, én arra vagyok inkább büszke, hogy itt lehetek szilveszterkor, részt vehetek a szilveszteri műsorban, az egész ország lát és hall bennünket, sajnos téged is. Az egész ország? No, hát azért ez egy kis túlzás. Hát olyan biztos vagy benne, hogy senki nem kapcsol át egy másik csatornára? Na ebben biztos vagyok. Nincs másik csatorna. Hát akkor ne kapcsolják a rádiót. Dezső néni, fogódz meg. Ott is ez a műsor megy. Ja. Bizony, nyugodj belem, körülbelül 4 millió készülék, igen. 7 millió ember, szóval lényegében az egész ország. Aha, hát az egy kicsiny ország. Hát ez annyi, mint egy falusi népi kommuna Kínában. Dezső néni, Dezső néni! Én újságot, na. Hát inkább azt mondd meg neked, de készül itt nálatok valami felmércézés ezekről a műsorokról, hogy minek van sikeres, minek nincs. Hát ez, hogy készül. Igen, és mi van, ha valaki nagyon jó műsort csinál? Hát, az előbb-utóbb rovatvezető lesz. Igen, és mi van, ha nagyon rosszul csinálja? Azonnal rovatvezető lesz. Az akkor vele bármikor előfordulhat. Ti mondtad, tényleg nem tudsz meg gitározni se? Mi kéne nekem gitározni? De azért, hogy legyen valami fix dolog a kezedben. Hát egy riporter mindig érheti valami gigszer. Hát én hallom, hogy te csinálod ezeket az interjúkat. És mi van, ha véletlenül olyat találsz kérdezni egy vezető politikustól? Vezető politikustól kérdezni véletlenül. Most. Na jó, csak úgy ne járj, úgy ne járj.
láttam úgy ne jár, mint Washingtonban az a Steve Richardson. Mi az, hogy jár? Az a múltkor szemtől szembe úgy beolvasott a Nixonnak. Hát ettől ne félts engem, Dezsőnek. Erre a célra nálunk itt van az Ipper Pál. Nálunk ő szokott beolvasni a Nixonnak, és még életében semmi baja nem volt. Hát ezért jogon ő is gitározna. Na, aztán ott van az a másik riporter, ez a Cliff Matkins, amikor az Apollo 13 visszaérkezését közvetítette, tudod, amelyik alig tudott visszajönni. Te biztosan láttad az egyenes adást? Nem, azt nem láttam, csak később filmről. Nem láttad? Te riporter létező, nem nyitottad ki a tévédet? De kinyitottam, de mi nem azt adtuk, hanem egy riportfilmet. Hát ez lehetetlen! Hát a Tesztár az egész világra egyenesben adta! De Zsőné, drága, nyugodj bele, mi nem azt adtuk. Mi csak később adtuk filmről. Hát akkor bizonyosan a rádió adta élőben. Kiküldték ezt a szepesét? Nem küldték ki, Dezső néni. A Kossuth Adón a sporthíradó ment, ő mondta. Igen, hát akkor nem a Kossuth, van nektek az a másik adó, a Petőfi. Igen, a Petőfi is van. Ott a Los Paraguayos együttes műsora ment. Hát akkor az U.R. Hone. Az U.R. Hone szimfonikus zenét adtak. Hát én nekem megáll az eszem. Hát te azt állítod, hogy az űrhajósok megmenekülését se a rádió, se a tévé nem közvetítette. De azt, hogy ti egy kondérból ide érkeztek-e, azt a rádió, tévé, Petőfi, Kossuth Adó, minden ebben adja. Köző néni, ez az igazság. Hát ez fantasztikus. De hát ott izgult miattuk az egyenes adáson az elnök. Nincs különbség, Dezső néni. Itt is izgul miattunk az egyenes adáson az elnök.